Konrád János a szekszárdi rendőrkapitányság rendőrőrnagy a rendészeti területen, Szadai Csaba rendőr főtörzszászlós a bűnügyi területen végzett munkájáért kapta meg a szekszárd évrendőre címet. Konrád János 2007 óta dolgozik rendőrként, 2017 óta a közrendvédelmi osztály járőr és őrszolgálati alosztály vezetője. János munkáját a 14 év alatt többször ismerték már el, legutóbb az országos kórház főparancsnoki jutalomban részesült, a Tolna megyei Balassa János kórházban a koronavírus elleni védekezésért tett erőfeszítéseiért. János meghatottan vette át a díjat, azt mondja, azért is, mert néhány napja vesztette el feleségét. Elsősorban az ő támogatását emelte ki, mert mint fogalmazott, nélküle ezt a munkát nem tudta volna ellátni. Az érzés most nagyon vegyes, de nagyon örülök neki. Bár ez a díj most nem tudott volna összejönni. A feleség emléke, aki 24 évig támogatott mindenben, rendőri pályafutásomat is végig. Végig a támogatásáról biztosított, soha nem azt mondta, hogy ha munkaidő után benn kellett maradjak, hogy miért maradok benn, ha munkaidőn kívül berendeltek, hogy miért mész be, nem azt mondta mindig, hogy mikor jössz, illetve hogy mit készítsek elő. Mikor megtudtuk, hogy megkapom ezt a díjat, nagyon büszke volt rám, és sajnos pár napig itt hagyott minket, és most biztos nagyon boldog földről is, és büszke rám. Neki szeretném ajánlani ezt a díjat. Szadai Csaba rendőr főtörzszászlós a bűnügyi területen végzett munkájáért kapta meg a szekszárd évrendőre címet. Csaba részt vesz eltűnt emberek vagy éppen körözött bűnözők felderítésében. Sőt, az ő jelzése alapján módosították a körözési törvényt is. Ezek az elfogató parancsal, a bírósági elfogató parancsal, az eltűntként keresett személyek, akár felnőttkorú, akár gyermekkorú személyek felkutatása. Ebben a területben úgy érzem, hogy egy új út nyílt meg. Tényleg az volt benne a jó, hogy igazából ismeretlen terület volt, és ugye a jogszabályok rejtekén kellett áthámoznom magam ahhoz, hogy megfelelően lehessen ezt a munkát végezni. Breining József lesz szekszárd év tűzoltója. József részt vett többek között a 2010-es Vörösiszap katasztrófa, vagy éppen a 2019-es szekszárdi gázrobbanás kár elhárítási munkálataiban. Nagyon szépen köszönöm, de ez nem az én érdemem, hiszen hogy ideig eljutottam, ez a munkatársaim, a feletteseim, az én kollégáim, akik ahhoz segítettek, hogy ezt az elismerést megkapjam, meg a szűk családi háttér végül is. Ács Rezső szekszárd polgármestere azt mondja, a kiemelkedő munkát végző rendőrök, tűzoltók munkájának elismerése azt mutatja, hogy a város vezetése, a közgyűlés odafigyel arra, hogy a köz vagy éppen a vagyonbiztonság hogyan alakul szekszárdon. Ha ezen szervezeten belül valaki még kiemelkedő, úgyhogy azt mindenképpen meg kell süvegelni, és oda kell figyelni, és el kell ismerni. A Szőlőszem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület külön díját Ördög Attila rendőr főhadnagy érdemelte ki, aki a tanyavilág biztonságáért tett sokat.